a politikusok sosem működtek frankon. Sosem. Itt élsz Magyarországon, vagy bárhol a világban, de úgy mondjál véleményt, ha ott születtél. Jó? Tehát úgy mondjál bárhol véleményt, ha abban az országban születtél. Tehát ha csak egy bevándorló vagy abban az országban, akkor nem mondj véleményt. Jó? Mert azok tudnak véleményt mondani, akik ott születtek, ott nevelkedtek, ott tanultak, stb. Stb. Mondj már egy politikust, amely a népé volt itt Magyarországon, népért volt itt Magyarországon. Mondj már egyet is. Csak egyet mondjál. Na most ne évszázadokra menjünk vissza, mondjuk, menjünk vissza az első világháborúig. Az első világháború kezdetéig. Menjünk vissza. Vagy akár a múlt század elejéig menjünk vissza. Mondj egy politikust, amely Magyarországért volt. Nem tudsz. Érted? Egyszerűen nem tudsz. Tehát voltak olyanok, egy bizonyos ideig valameddig jól működött, aztán utána mégse. Ez kiderült, hogy összességében szar az egész. Érted? Miért nem így van? Hát mondhatnád, mit tudom én, ha a szocializmus, értél? Ó, Kádár. Aha. Hát ő egy bábú volt. Neki az volt a feladata, hogy itt csináljon egy kirakat országot. Egy legvidámabb barakot. Ő ezt teljesítette is. Tehát nem NDK volt a kirakat ország, hanem Magyarország. Oké? És ha azt mondták volna az oroszok, hogy nem ezt csinálhatod, hanem úgy működhetsz, mint mondjuk Ceausescu, akkor úgy működött volna. Érted? Tehát ő egy bábú volt. Gyakorlatilag. Egy nagyobb politikai hatalom, egy kisebb ország bábja. Érted? Ennyi. Hát most is ez van. Hát ha megnézzük, mondhatnád, hogy kinek a bábjai vagyunk, a németeknek. De a németek meg kinek a bábja? Az amerikaiak. Hát akkor gyakorlatilag kézen közen mi is az amerikaiaknak a bábjai vagyunk. Ennyi. Tehát ez olyan, mint ugye vannak az országok vezetői, mondjuk egy saktáblához lehetne hasonlítani, és ott vannak a bábuk. És a vezetők, tehát nem a saktáblán a bábuk maguktól nem mennek. Érted? Maguktól a saktáblán a bábuk ott állnak. És a jó Istennek sem megy magától egyik se. Az oda kell ülni két embernek, nem? És meghatározott módon tologatni azokat a bábukat. Érted? Na hát a politikusok azok a figurák a saktáblán. Világos ez? Egy az egybe. És ha jobban megnézed, ha nézel egy sakjátszmát, és nézed a saktáblát, akkor elsősorban nem a két játékosnak a kezét látod, hanem a figurákat, az álló figurákat a táblán, amihez néha oda nyúl ugye a játékos, és tolra rajta egyet azon a bábon. De ha mondom a saktáblát nézed, akkor elsősorban a figurákat látod, és nem a játékosokat. Most is ez van. Nézed a saktáblát, nézed a politikusokat, azok a figurák a saktáblán. Érted? De azt ritkán látod, hogy kik mozgatják őket. Érted? Tehát a kamera az csak a saktáblára van beállítva. Világos ez? Tehát de ez nem, mondom, nem csak ez a világ. Hát egy ilyen világban élünk 100 éve. Sőt, 120. Tehát 120 éve.
ilyen világban. Tehát ha most azt gondolnád, hogy régen nem volt háttérhatalom, de hogy nem ugyanúgy volt. Nagyon régen nem volt, érted? Nagyon régen. Tehát onnantól, hogy mióta létezik olyan, hogy Rothschild család, és mióta a Rothschild család a napóleoni háborúban elkezdett gazdagodni, érted? Az mikor volt? Az 1800-as évek elején. Érted? Onnantól nyílt az, hogy a politikai vezetők mögött vannak olyan játékosok, érted? Akik a sakkfigurákat húzogatják. És akkor ezeket a sakkfigurák húzogatóikat úgy hívják, hogy mit tudom én, Rothschild család, vagy Rockefeller család, vagy úgy hívják, hogy mit tudom én, Morgan család, vagy úgy hívják, hogy Habsburg család, azt hiszed már nincs, hogy ne lenne. Vagy úgy hívják, hogy Romanov család, azt hitted, hogy nincs, közben van. Vagy úgy hívják, hogy ugye Windsor család, stb. Stb. Tehát vannak. Vagy Warburg család, vannak. Azt gondolod, hogy nincsenek. A nagy tévedésben ez. Vannak. Ők a nagy játékosok. Érted? És sok esetben tényleg szemben állnak egymással. Sok esetben tényleg az van, hogy az egyik van a fehér bábúval, a másik meg a feketével. Az csatáznak. Ebből lett az első meg a második világháború. Meg nem csak az, hanem ebből volt a hidegháborútól kezdve minden. Oké? Van, mikor megegyeznek, mikor nagyon úgy kívánja az érdekük, de a többségében, ebben a 200 évben nem voltak megegyezésben. Tehát a többségében ebben a 200 évben nem voltak megegyezésben ezek a családok. És akkor szépen felosztották maguknak, ez a 13 család, felosztották maguk közt a világot. Tényleg. Például ugye, azt hiszed, hogy Oroszország az Putyiné. Nem. Oroszország mögött, Putyin mögött, nem Oroszország mögött, Putyin mögött a Romanovok vannak. És Romanovok is voltak. Csak ugye mikor a Lenin hatalomra került, akkor a Rothschildoké lett a szovjet, illetve Oroszország és a Szovjetunió. Az a Rothschildoké lett. Az USA, Észak-Amerika az egy az egybe Rockefeller. Tehát szépen föl van osztva a világ. Úgyhogy azt gondolod, hogy majd a politikusok megoldják az életedet. Tehát akkora, olyan naív vagy, hogy valami hihetetlen. Nem tudják megoldani a politikusok. Ők a saját életüket megoldják. Miért nem követed a politikusok példáját? A politikusok megoldják a saját életüket. És te? És a te életedet ki fogja megoldani? Pedig ebben jó minták a politikusok, hogy milyen frankon meg tudják oldani a saját életüket. És a te életeddel mi lesz? Ha megnézed, a politikusok azzal foglalkoznak, hogy maguk és a családjuk az jól boldoguljon. A többi az gyakorlatilag csak látszat. Az csak látszat. Na most az a baj ebben a szemlélettel, hogyha az emberek csak magukkal és a családjukkal foglalkoznak, hogy ez oda juttatja az embereket, hogy a családok közt legyenek ellentétek, és oda juttatja továbbiakban, hogy az egyének közt legyenek ellentétek. Tehát a családon belül lévő egyénekhez. Egyének közt legyenek ellentétek.
Tehát ugyanúgy, mint ahogy mondtam, ha csak közösségek vannak, és a közösségek nem egy nagy egész része, akkor ellentétek keletkeznek. Ugyanúgy, ha a család nem egy közösség része, érted? Akkor ellentétek lesznek a családban. Miért? Mert más lesz a nézőpontjuk, érted? Tehát akkor tud béke lenni, és szűnnek meg az ellentétek, ha van egy cél. Tehát ami azt jelenti, hogy ha nem teszünk emberek azért, hogy legyen egy közös célunk, az emberiséggel kapcsolatos közös célunk, akkor addig ezen a földön nem lesz béke. Világos ez? És most már érted, hogy miért nem lesz béke? Nem tud, mert más a nézőpontjuk. Érted? Más a céljuk. És a célok keresztezik egymást, és mikor kereszteződésben találkoznak, összeütköznek. Világos ez? De ha egy a cél, akkor nincs keresztezés, akkor párhuzamosság van. Érted? Mert egyfelé haladunk. Világos ez?